ügyfeleink iránti érzett elkötelezettségünk mellett azonban kiemelten fontosnak tartjuk a helyi közösségekkel való kapcsolattartást is. Ezért veszünk részt rendszeresen önkéntes kiadásokon, jótékonysági élelmiszer és ruhagyűjtéseken, vagy például tavaly az árvízi védekezésben. Most pedig úgy gondoltuk, hogy azzal segíthetünk a legtöbb egy Győr városának, hogy ezen az ünnepélyes megnyitón 6 alapítvány közül jelentős anyagi támogatásban részesítjük azt a 3-at, amelyre az internetes szavazás során a legtöbb támogatói szavazat érkezik. Az alapítványok kiválasztása során rendkívül nagy körültekintéssel jártunk el, aminek eredményeképpen 6 kiemelten közhasznú szervezetre esett a választáson. Az alapítványok munk és munkatársai felbecsülhetetlen értékű és áldozatos munkájának eredménye az is, hogy közel 7500 támogatói szavazat érkezett március 3-áig. A civil társadalom összefogásának köszönhetően most 3 szervezetet 1 millió forintos, 600 és 400 ezer forintos támogatásban részesítettek. 751 támogató szavazatot kapott, és így az AXA Bank 400 ezer forint összegű támogatására jogosult a Gézengúz Alapítvány a születési károsultakért, Győr. Szeretettel gratulálunk! Mindenképpen egy látványcsekkel szeretnénk átadni ezt az összeget. Tehát 2616 támogató szavazatot kapott, és így az AXA Bank 600 ezer forint összegű támogatására jogosult az Emberek az Állatokért Alapítvány. Sok szeretettel gratulálunk nekik is! ...3010 támogató szavazatot kapott, és így az AXA Bank 1 millió forint összegű támogatására jogosult a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány. Nagy szeretettel gratulálunk, és kívánok sok sikert az munkájához is! Az alapítvány az iskolát támogatja minden célkitűzését, és most egy nagyon nagyban várta be a fejszélyét. Torna csarnokot építünk. Ez egy tavas konstrukcióban készül, 600 milliós projekt, aminek 70%-át lehet társasági adóból gyűjteni, és kell hozzá 30% önrész. A fegyet kapjuk a főapátsághoz 100 milliót, az iskola azt vállalt, hogy 100 millió forintot összegyűjtött. Ennek több mint a felét diákok tolva sikerült, volt diákjainktól nagyon szélesen mellé álltak a projekt mellé, de még mindig van 48 millió valamennyi, ami hiányzik ehhez, és ezért nagyon hálásak vagyok, hogy AXA Bank támogat minket, és ebben a sorban írjuk be az a támogatásokat is.